Hát igen, ez volt az a típusú hang, amit annyira szerettünk volna, és tulajdonképpen kicsit meg is lepődtünk, amikor ez az első prototípus kész lett, mert akármennyire is vártunk és elvártunk egyfajta hangot, és tulajdonképpen a tesztek alapján tudtuk, hogy az várható, de mégis amikor az ember először szembesül vele, az egy elég nagy sokk a szó jó értelmében, mert olyan hang jön most ki az zongorából, amit hát nem próbáltunk még, tehát amit nem tapasztaltunk. Nagyon hosszú és magányos belső lelki folyamat. Tulajdonképpen röviden ennyit mondhatnék, ami odáig vezetett, hogy akkor tényleg építsünk, kísérletezzünk. Nem volt célunk soha, hogy bármelyik zongorának a tónusát megközelítsük. Tehát a Bogányi művész úr egy olyan hangképet fogalmazott meg, ami az ő fejébe összeállt, amit nem tudtuk azt mondani, hogy ilyen ennek a világcégnek a remek, tényleg remek zongorák vannak ma a világban, hogy azt szeretnék, hanem ő egy más hangzást szeretett volna, egy más tónust, és hát mi ezt próbáltuk, ezt az igényt próbáltuk kielégíteni. Ezt hallja a publikum, és azt hallhatja és láthatja a publikum, hogy ez a hangszer méretéhez képest úgy szoktuk mondani, hogy nagyobbat szól, tehát nagyobb a hangnyomása, nagyobb a hangereje, mint egy ugyanilyen méretű, hagyományos rezonánssal szerelt társának. Nagyon jó volt, hogy a Bogányi művész úr megfogalmazta azt, hogy milyen hangot szeretne. Mert annak irányába mi tudtunk mozdulni, hogyha ő egy kis vékony, kis inci-finci hangot akar, akkor csinálunk olyat. Rengeteg energiát fektettünk abba, hogy mind matematikai, mind effektív mérési kutatásokat végeztünk a különböző rezonánslap mintákkal is. Magát a karbon kompozit rezonást azt nem mi találtunk ki, az előttünk is létezett már, és más cégek is kísérleteznek ilyen rezonánssal szerelt zongorákkal. Magának ennek a rezonásnak ez eddig nem volt jó megítélése a szakmában, de az akusztikai kísérleteink és az anyagtudományi vizsgálatainkkal tudtunk gyártani egy olyan rezonást, amihez egy szabadalmaztatott gyártástechnológiánk van, tehát mi a gyártástechnológiát szabadalmaztattuk le, nem magát a rezonást. Ebben a helyiségben a legutolsó fázisa készült, tehát az intonálás és a bizonyos a legutolsó összeszerelések. Egyébként pedig hát ugye több helyen készül maga a zongora, hisz van egy faipari része, van egy műanyagos része, ilyen csúnyán mondva, tehát a kompozitos része, ahol a karbon és az egyéb anyagok vannak. Van egy öntödei munka, mert ugye a vasöntvény, az öntött vas, azt Magyarországon csak aztán egy vagy két helyen tudják önteni. Ez egy ősminta. Az ősminta tartalmazza a kész terméknek a külső geometriáját, ezt majd még tovább felületkezeljük, leveszünk róla egy kompozit szerszámot, és abból kapunk vissza kompozit termékeket. És amit már a virtuális térben megismertünk, ugye a raszni alkatrész, a spilát, a gát, a rezonáns és rajta a tőke, itt már a valóságban fölépítve látható ezen a hangszeren. Az történt, hogy a teljesen a legeslegelejéről kezdtük el. Tehát nem csak egy jó zongorát följavítottunk, hanem teljesen előről kezdtük az egész zongora gondolkodását is, a filozófiáját is, és az építését is. Egy ilyen zongoramechanika két egységre bontható. Egyrészt a klaviatúra, a billentyűzet a klaviatúra kerettel, és a rá szervesen hozzá tartozó, rá építést igénylő. Itt még most éppen egy nyers mechanikát láthatunk, de ez a maga az action, a mechanika része. Forma szempontjából nem tudtam. Az egész hangszer lelkisége alapján mi az, amit szeretnék látni. És amikor Péter két hét volt csak, amikor hozta már ennek a zongorának az első verzióját,
amikor már szintén két lába volt, tehát már megértette a lényegét, hogy egyfajta spirituális utazás maga már a tárgy is. Ő zseniálisan megérezte, hogy egyfajta lendülete legyen a hangszernek. Azt kérte tőlem, hogy szeretne egy olyan zongorát, ami egyben őrzi a tradíciókat és a régi hagyományokat úgy, hogy miközben 21. századi is a formája. Szárnyaló, futurisztikusnak mondható a formavilág. Itt a fa mellett bejöttek más új anyagok is, amiket mostanában alkalmaznak, és ezek az új anyagok, a kompozit anyagok új erőviszonyokat feltételeznek, és az új erőviszonyoknak kellett finoman alárendelni, vagy azt kifejezni a formavilágnak. A hangoláson kívül, amit viszonylag kevesen tudnak, az a zongorának ez a része, ami a mechanikája, amin bizony a használat, főleg egy komolyabb igénybevétel, egy nagyobb koncert után a mechanika billentyűjének a működése az elszabályozódik. Itt látható az a korábbiakban által a mutatott viszonylag széles ütéspont, ami lehetővé tesz egy szélesebb rezonánst, ami lehetővé tesz egy nagyobb hangot. A mi újításunk még az ütésponton kívül, és itt a zongoránál jól látszik, az a főkeretünk, ami ehhez a zongorához készült egy elég nagy robosztus szerszámba. Ez a általunk Rasninak nevezett tulajdonképpen főkeret. Ebbe csatlakoznak a rezonáns alatt lévő gerendák, és erre a főkeretre kerül föl a rezonáns lap, és a rezonáns lapra pedig egy magasságot szabályozó kis papucsrendszerre ül rá maga ez a nagy öntöttvas keret, ez a öntöttvas ráma, ami tartja a húroknak a nagy 20-21 tonnás feszítő erejét. Engem is meglepett, hogy gyakorlatilag özönvízszerűen zúdultak ránk a nagyobbnál nagyobb hírügynökségeknek a különböző emberei, akiket egészen egyszerűen érdekelt, hogy mi történik most Magyarországon? Mi ez az új zongora? Hogy szól ez? És mi is itt az egésznek a lényege? Bármennyire is sokat vártam a zongorától, de egészen elképzelni nem tudtam, hogy fog szólni. Tehát az, hogy úgy tűnik, hogy nagyon jó úton vagyunk afelé, hogy a régi bársonyos hangját a zongorának, amit annyira szeret mindenki, közönség is, és a zongoristák is, ötvözzük egy olyan nagyon-nagyon tiszta és egy nagyon erős hanggal, ami ugyanakkor a modern zongoráknak alapvetően egy elvárása. Ez egy fantasztikus érzés. Én úgy érzem, hogy valahogy én lettem arra kiválasztva, hogy ezt a munkát végigvigyük a csapattal együtt. Vagy én legyek az, aki tudom a többi társamat inspirálni. Mert megérett a helyzet arra, hogy tényleg mondhatjuk, hogy 100 év óta nem történt fejlesztés igazából a zongora konstrukcióban. És valahogy én kaptam ezt a feladatot, hogy ezzel a nyughatatlan és állandóan kereső lélekkel és a nagyon, nagyon szigorú, praktikus munkával együtt megalkossuk ezt a zongorát. Szerintem azt is mondhatnám, hogy nagyon itt volt az ideje. Amikor kipróbálunk egy zongorát, nem csak én, de kollégáim, akkor mindig ott a választási kérdés, hogy most éneklő zongorám legyen, vagy brilliáns zongorám. Na most, hogyha ez egyben megvan kettőnek, akkor nem kell választani, akkor itt van. És ez egy ilyen zongora, mert erre vagyok kíváncsi, hogy a te zongorának, hogyha több példányban le lesz remélhetően minél több példányban, akkor ez milyen különbséget fog felmutatni? Már egy picit tudjuk, mert ugye ez a második zongora, illetve hát az első, de volt egy prototípus. Igen. És az hasonló kvalitásokat mutatott, és egy picit finomítottuk. Aha. Tehát nem változott. Értem. Tehát úgy, ez volt a fejlesztésnek azért a fő iránya, hogy egy éneklő hangot, na, olyat kér. Pontosan ez az, amit kiemeltem az egészben.
hatalmas hangja is van a hangszernek. És akkor ezt aztán kipróbáltam a Rákóczi indulóval, ahol zenekari hangzás kell. Tehát abszolút zenekari hangzást lehet rajta csinálni. Tehát amikor a legintimebb, például a Debussy Claire de Lune-be, vagy azt is kipróbáltam meg a Chopin Tismal Possumus Nocturne-t, a legintimebb hangzás meg lehet csinálni, és ugyanakkor az óriási nagy zenekari hangzás, amiben ki lehet hallani a harsonákat és a trombitákat. És ez a kombinációja két ilyen szélsőséges dinamikának, ez nagyon-nagyon ritka. Ez az, amit minden zongorista megálmodik, hogy egy olyan lova legyen, ahol ugratni tud, és a közösséget beugratja, és úgy tesz, hogy hát hoppá, ez a hang szól, ez a hang énekel, pedig a valóságban fizikailag ez nem lehet. Na hát ehhez kell azért az a zongora, ami valahogy megadja a fizikai lehetőséget arra, hogy a lehetetlen megcsinálj. Hát ez az a Bogányi féle zongora. Hát igen, szóval szeretjük azt, hogy van ereje egy hangszernek, ennek van ereje, és főleg egy óriási élmény, hogy most ugye első ízben egy nyilvános koncert lesz itt a Zeneakadémián, a Magyar Zene szentélyében, ebben a gyönyörűséges és olyan sok történelmi háttérrel rendelkező épületben, teremben. Szeretném kihangsúlyozni a teremnek a lelkét. Az, hogy önmagában egy nagyszerű akusztikájú terem, ugye nagyon sokat látunk a világban modern koncerttermeket, amiknek kiváló az akusztikája. Viszont sok esetben van az, hogy nem sikerül elkapni egy olyan spirituális tartalmát a helységnek, ami szintén számít. És hát ha valahol, akkor itt a Zeneakadémia nagy termében ez élő valóság. Jó érzés az, hogy most ugye kicsit már gyakoroltam, és hát nagyon jól érzem magam a zongorával.